Százezreket is spórolhatnak azok, akik zöldrendszámos autóval közlekednek. Számos kedvezményt ad ugyanis az állam a környezettudatos autósoknak, ilyen például az ingyenes parkolás is. Egyre több ilyen autót látni az utakon, egy autós közösség azonban felfigyelt rá, hogy olyan márkák típusai is kapnak zöldrendszámot, amik nem is gyártanak elektromos autót. Ez a sportautó tisztán elektromos hajtása miatt itt és szinte az egész országban ingyen parkolhat, ezért is vonzó a zöld rendszám. Nem sok autótípus felel meg az itthoni szabályozásnak, ahogy ezeken a Facebookos fényképeken is látszik, olyan autó is kap ilyen rendszámot, amiből egyébként nem is gyártanak elektromos autót, mint például ezek a Hondák. A márka magyarországi képviselete szerint, idézem, sajnos a Honda európai modellpalettáján sem a múltban, sem a most forgalmazott modelljeink között nincs olyan típus, amely zöld rendszám kiváltására jogosult lehetne. Egy szakújságíró szerint nem szándékos visszaélésről, hanem inkább okmányirodai elírásról van szó a legtöbb esetben. Én úgy gondolom, hogy mielőtt azt állítjuk, hogy mondjuk tömeges csalás történik, feltételezzük inkább azt, hogy itt néhány esetről van szó, olyan esetekről, ahol a határesetnek tekinthető autók, tehát mondjuk a hagyományos hibridek véletlen zöld rendszámot kapnak, de inkább tévedésből, mint csalás folytán. Péter évek óta elektromos autót használ. Szerinte kívülről nehéz megítélni, hogy valóban jogosult-e a speciális rendszámra az autó. De egy változó világban vagyunk, és lehessen, mert ez egy plug-and-play hibrid, amiről beszélünk, és mindegy, hogy egy pici kocsiról, vagy egy óriási luxusautóról, terepjáróról van szó, ő valóban tud 25 kilométernél többet elektromosan menni, és ma ez az a törvény, és az az a motiválás, vagy edukáció, ha úgy tetszik, amivel egy ilyet tudnak használni az emberek. Többen név nélkül elmondták híradónknak, hogy hallottak már olyan esetről is, amikor egy luxus autó tulajdonosa pénzt ajánlott az okmányirodai dolgozónak a rendszámért. Ebben az esetben viszont bűncselekményt követel. Akkor, hogyha én egy hivatalos embernek pénzt ajánlok fel azért, hogy szegje meg a kötelességét, és ezzel nekem előnyöm keletkezzen, ez a vesztegetésnek lesz az aktív oldala, lehet kapni érte 1-5 évi terjedő szabadságvesztést is. Az ügyvéd szerint a pénzt elfogadó is bűncselekményt követel, ő hivatali visszaélés miatt felelhet, ha kiderült. A csalások nagy részére legkésőbb az időszakos műszaki vizsgán derülhet fény, ott akár be is vonhatják a jogosulatlan zöldrendszámot.